És például, tehát mindig, amikor én visszalépek, akkor ez a hang benn marad. És így lehet a dolgot alakítani, például lehet ennek a hosszú hangnak van középregisztere, egy magas regisztere, egy mély, és akkor lehet azt kérni, hogy énekeljen egy magas hangot, halkan, most. És ameddig énekeltek, addig én azt kérem, hogy mindenki egy mély hangot hangosan. Én nem kértem a hogyannál azt, hogy milyen hangmagasság, hanem lett egy ilyen fura akkord. Amivel aztán lehet dolgozni, lehet szinkronizáltatni, lehet föllevinni, rengeteg mindent lehet vele utána csinálni. És tudsz egyes embert is kérni egyes közben, vannak, az, hogy hát most változtassa meg a hangát. Igen, az a ki. Tehát azzal mondhatod, hogy te kit kérsz arra, hogy valamit csináljon. Azt is mondhatom, hogy csak te folytasd, és a többiek adják abba. És akkor van egy szóló ének hangunk, egy nagyon értékes anyag. Az egy alapszabály, hogy hiba nincsen. Mert egy párbeszéden alakul a dolog, tehát ha bárki bármit csinál, még akkor is, ha félreértette azt a jelet, amit én mutattam, akkor az egy elfogadás, és én azzal megyek tovább. Tehát ha én azt mondom, hogy mindenki hagyja abba, és egy valaki bennmarad, akkor azonnal kell neki mondani, hogy folytasd, és akkor az így mész tovább, ez annyira szólista, de... Ez egy jelnyelv, ugyanolyan, mint a siketnyelv, vagy bármilyen más, ahol kézjelekkel tud kommunikálni két ember, vagy jelen esetben több ember. Van egy hangfestőnek nevezett vezetőszerű, ilyen karmesterszerű figura, aki kommunikál ezekkel a jelekkel egy együttessel, aki olvassa ezeket a jeleket. Az együttesben lehetnek színészek, zenészek, táncosok, vagy akár képzőművészek is. És akkor az ő reakciójukból szövi tovább az úgynevezett valós idejű kompozíciót ez a hangfestő. Tehát, hogy egy ilyen párbeszéd végül is. Több mint 1300 jel van. És ebből te mennyit ismersz? Nem tudom pontosan, szerintem olyan 500 körül. Szóval végül is ez állandóan gyarapszik az embernek ez az ismerete. Van egy olyan, hogy az a neve, hogy circle mode. A módok azok ilyen különböző dolgok, ahol ez az egész szintax ez így összemosódik, és egybe van. Ennek az a lényeg, hogy van egy kör, egy képzeletbeli kör, és mindenki elhelyezi magát a körön valahol. És hogyha én azt kérem, hogy without change, változás nélkül, az azt jelenti, hogy mindig, amikor az ujjam arra a pontra ér, ami őt jelenti a körön, akkor valamilyen, leginkább mondjuk hangot, vagy mozdulatot, vagy bármit csinál, de mindig ugyanazt, én most így szeretnék kérni. És ez de hogy ki hol van a körön, azt mindenki maga. Ezt én nem tudom, ez nekem egy meglepetés. Tehát ez egy ilyen fura letapogatás, ahol keresünk ilyen anyagokat. Ezt úgy is hívják, hogy keresőgesztus, ezzel szokták így, ilyen keresőgesztusoknak van egy családja, ezzel lehet kezdeni egy darabot például. Tehát amikor meglátja az ember ezt a felkészülést, akkor mindenkinek kell gondolnia, hogy 3 óra 20-nál vagyok körülbelül, vagy szóval egyáltalán valamit. És akkor mindenki egy fajta effektus. És mindig a ami a legelső ötlete, azt kell mutatni. Hogyha én elhatározom, hogy én itt vagyok mondjuk 3 óránál, és látom ezt, és akkor nekem mondjuk eszembe, hogy ta. És ez most egy nagyon egyszerű dolog, de mindig ugyanaz. Hol ismerkedtél meg ezzel a módszerrel? Én először ezt 2006-ban az Egyesült Államokban, New Yorkban láttam egy előadást, ahol a... Tóbikám, itt most egy riport folyik, képzeld el. Szóval 2006-ban az Egyesült Államokban hallottam először New Yorkban a Walter Thompson, aki a jelnyelv megalkotója, és az ő együttesét, ami nagyon izgalmas volt. Bementem egy koncertre, ahol volt egy klasszikus vonós négyes, jazzzenészek, színészek, táncosok, és a koncert végén egyszerűen kiforult a közönséghez, és csinált egy pár dolgot, amire ösztönösen reagált mindenki, mert hogy ismertük addigra a jeleket, mert végignéztük előtte az egész koncertet. És akkor nagyon megtetszett nekem, ez azóta van egy kis magyar társaság, akivel ezeket gyakoroljuk, ez a Magyar Soundpainting Társaság, így nevezzük magunkat. Nagyon érdekes, hogy a közösségnek ki, melyik tagja mit dönt. Tehát a döntéseket, ahol nem egy zeneszerző viszi, hanem egy ilyen kollektív anyag, akkor ott mi hogy dől el. És én nekem egyelőre abban a fázisban van, hogy megismerés, egymás megismerése, az előadó művészet természetének a megismerése, tehát az, hogy csinálunk valamit, az hogy van.
és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy az iskolákba legyen, és olyan emberekhez eljusson, akik például az improvizációval nincsenek semmilyen viszonyban, mert maguktól nem nyúlnak hozzá szabad dolgokhoz, vagy olyan anyagokhoz, ami csak úgy van, és a Soundpainting segítségével minden nagyon könnyű lesz. Thank you.